A megyei első osztályú asztali teniszbajnokság hetedik fordulójában itthon játszott a Tase 1-es csapata. Az ellenfél a karcagi Kovács Déese 3-as számú együttese volt. A találkozó előtt örömmel nézegettük a megyei első osztályú asztali teniszbajnokság tabelláját, hiszen az élen a Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület 1-es csapata áll. 6 mérkőzésből elért 6 győzelemmel és megszerzett 12 ponttal. Az egyéni teljesítményekkel is meg lehetünk elégedve. Lengyel Lehel 85, Molnár Imre 75, Sarkadi Nagy József 69%-ban volt eredményes. Ebből a csapatból ebben a szezonban dr. Rente László szerepelt gyengébben. A Karcagról érkezett Kovács Déese 3-as számú együttese a 6. forduló után a tabella 9. helyét foglalta el. Az eddig lejátszott 6 mérkőzésből 4-ben nem szereztek pontot. Ezért a szurkolók és az egyesület többi tagja győzelmet várt a legénységtől. Ilyen nagy arányú győzelemben azért senki nem reménykedett. A Tase 1 18-0 arányban győzte le a karcagiakat. A két páros sima 3-0 arányú győzelemmel kezdett, majd szépen egymás után mindenki nyerte a saját mérkőzését, Lengyel Lehel, Molnár Imre, dr. Rente László és Szatmári László is. Ezzel a parádés győzelemmel reméljük a Tase 1 megerősítette vezetőhelyét a tabellán. Gratulálunk a csapat tagjainak!